legyen veletek. És a felelőtted. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta a Tírus vidékét, és Szidonon át a galileai tóhoz ment a tíz város határába. Itt eléje hoztak egy vadokba beszélő süketet, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félre mondta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt, Effata, azaz nyílj. Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik a dologról, ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jó tett. A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké. Ezek az evangélium. Thank you.
különlegessége van, hogy a evangélium szakasznak, lehet, hogy az is idehozni például, hogy egészen furcsa jó módon alkalmaz Jézus. Egész bonyolultan írja le már, hogy hogyan éljük meg a nyelvét, hogyan teszi bele az újját a fülébe, és milyen különleges arán szól Efata, Rebegel fölötte, valahogy az egészet átadja a misztikumot. Ez nem véletlen. Már fontosnak tartja azt, hogy a varázslónak hit mester az ember szeme előtt véghez viszi szertartását, és mégsem varázsló, hanem az Isten fia, aki az addig kommunikációra képelmente, megnyitja egy olyan életre, amelyben egy egészen új perspektíva bontakozik ki ezelőtt az addig még süket és dalokba beszélő emberről. Mi az új perspektíva? Nem más, mint az evangélium útján való lépés. Mert már óriási hatás, hogy az ember ki van zárva az emberi közösségből, hiszen hallása nincsen, és nem tud megszólalni, nem tudja helyesen kifejezni magát, és így nyilván nem tudja megértetni magát embertársai körében. De az evangélista elmondása szerint még nagyobb csapás az, hogyha az embernek nincs füle az evangélium, az örömhír szavára, és nincs nyelve arra, hogy továbbadja az Istentől adott örömöt, vagyis az evangélium hirdetőjévé tudjon válni. És ez az ember a Jézussal való találkozás után evangélium befogadottá és örömhír hirdetővé képes válni. És nem csak ő, hanem belejött valahogy a tömegnek is megnyílik a füle és a szája, és egyszerűen evangelistává, evangelizáló emberek is válnak, még ha a hallgatási parancsot is a hallgatási parancsnak az értelme egyébként az, hogy ne fokozzák az ott élő emberekben a éves elképzelés Jézus személyéről. Ne a varázsolóról tegyenek tanúságot, hanem az Isten fiáról. És miközben terjed a híre, hogy Jézus megkódított egy születésénél fogva betegeket, aközben nyilvánvalóvá válik nem csak a környezet számára, de az evangéliumot hallgató ember számára is, hogy Jézus valami egészen új korszak köszöntőben nem csak terapolisztikai, hanem az egész emberiség életében is. És ennek az új korszaknak a lényege az utolsó mondatban fogalmazódik meg, csupa jó tett és süketeket hallottál, némának pedig beszélővé tett. Szentírásnak két sarok pontjára utal vissza az evangélista, a teremtés könyvének teremtő Istenére, aki minden este, mikor megteremt a világnak egy-egy részét, látja Isten, hogy jó, mert az Isten csupa jó lesz, és reggel, este lesz és reggel, és így telnek a teremtés napjai. Továbbá Izaiás profétai jövendőlése, ahol a süketek hallanak, a némák pedig megszólalnak. A Messiással új korszak köszöntött be, az újjáteremtés korszaka, a profétai idő, amelyben a Messiás föllép és az ember régi vágyára ember felülmúló válaszra. És már azért tartja fontosnak, hogy hallgatósága elé vigye ezt a Jézus képet, mert a hit után vágyódó, hit tanuló, a katekéta, leginkább pontosan az újjáteremtés után vágyódik, hogy megújuljon szívében és lelkében, új életet tudjon végre kezdeni a bűnű élete után, és az az Isten, aki személyesen szólítja meg őt, valami egészen
teremti újjá a világot. Hiszünk-e abban a Jézusban, aki képes ma is süketből hallóvá, evangélium területén tanulókból beszélőjében ma is, mert ma is ott van számtalanszor bennünk a süketség, és érthetetlen módon az evangéliumból tanúságot tenni nem akarunk némaság. Ezt oldja fel Jézus, nem csak az evangéliumban, hanem szeretné bennünk is, de ahhoz helyesen kell látnunk őt, nem varázslónak, nem bűnvésznek, aki az életünknek a földhöz adott igényeit igyekszik kielégíteni, hanem elsősorban az üdvösség összefüggésében vált minket, és azt szeretné, hogy mi is úgy látnánk önmagunkat és az Isten, mint ahogy az Isten ezt elmondta nekünk, kinyilatkozta